Amíg ilyen magasan van a fertőzés, addig semmiféle nyitás nem jöhet számításba, foglalta össze az operatív törzs mai ülésén elhangzottakat a kormányfő. Egész addig, amíg a 65 év fölötti honfitársaink, akik regisztráltak, nincsenek beoltva, addig semmilyen újraindításról nem lehet beszélni. Mert a legközvetlenebb életveszélyben a 65 év fölöttiek vannak. És ez kb. 2,5 millió oltásnál áll majd elő ez a helyzet, és ez a nagy héten, vagy a nagy hét utáni héten bekövetkezik, akkor lehet beszélni az iskolák kinyitásáról. Ahhoz, hogy a gyerekek ismét az iskolapadokban tanulhassanak, a pedagógusok védelméről is gondoskodni kell. Most az a helyzet, hogyha vissza akarjuk engedni a gyerekeinket az iskolába, ami fontos, akkor be kell oltani a pedagógusokat, kérek mindenkit, azokat is, akik esetleg fönntartásokkal vannak a pedagógusok iránt, hogy ezt fogadják el. Nem csak a pedagógusokat kell egyébként beoltanunk, hanem az iskolai dolgozókat is. A járványügyi szakemberek egyetértenek abban, hogy korlátozni kell a boltokban egyszerre tartózkodó vásárlók létszámát. Átállunk a négyzetméter alapú nyitvatartásra. Ebből az következik, hogy egyszerre egy boltban 10 négyzetméternyi területen egy ember tartózkodhat majd, ezt nem könnyű betartani, meg ellenőrizni, ezért sorok lesznek a boltok előtt. Ebből az következik, hogy hosszabb ideig kell nyitva tartani, az volt az operatív törzs javaslata, ezt holnap véglegezzük majd, hogy 8 óra helyett inkább 10 óráig lehessen kint lenni, esetleg 11-ig, ezt majd eldöntjük, és engedjük meg, hogy a boltok ne 7-kor, ne csak 7-ig lehessenek nyitva, ne 7-kor kelljen zárniuk, hanem ezt toljuk ki 21 óráig, és akkor ehhez képest mondjuk 10 óráig ki a kijárási korlátozást. A részletszabályok kidolgozása még tart. A vonatkozó új szabályok legkésőbb holnap már megjelennek a magyar közlönyben.